Bukarestben mutatták be Nagy Mihály Zoltán és Denis Szabodianu lehallgatásra ítélve Mártonáron püspök lehallgatási jegyzőkönyvei című kötetét. Mártonáron püspököt több jelentős esemény is a fővároshoz köti. Bemutatták Bukarestben Nagy Mihály Zoltán és Denis Szabodianu lehallgatásra ítélve Mártonáron püspök lehallgatási jegyzőkönyvei című kötetét. A mű azokat a lehallgatási jegyzőkönyveket tartalmazza, amelyeket a román államvédelmi hatóságok 1957 és 1960 között jegyeztek le a Mártonáron püspök dolgozó szobájában elhelyezett mikrofon útján végzett lehallgatás során. Nagy Mihály Zoltán, a kötet szerzője híradónknak elmondta, Mártonáron püspököt több jelentős esemény is a fővároshoz köti, így nagy jelentőségnek bírt, hogy Bukarestben mutathatták be a művet. Az életének elég fontos pillanatai kötődnek Bukaresthez, hisz amikor 1954-ben Máramarosszigetről kiengedik, akkor még nem engedik szabadlábra, hanem a belügyminisztériumnak egy titkos börtönében próbálják rábírni az együttműködésre, vagy amikor 1955-ben kiengedik a börtönből, ugye ez is hogyan történik, átviszik tulajdonképpen a Vallásügyi Minisztérium épületébe, és ott szépen átadják a bukaresti érsekség papjainak Mártonáron. Hát nagyon érdekes. Szabó Ödön, a Varadinum alapítványi képviselője elmondta, a kötet bemutatja, hogyan élt Mártonáron a kommunizmus sötét napjai alatt, illetve milyen nehézségeken kellett átmennie, így példaképként szolgálhat az olvasók számára. Mártonáron egy erőforrás. És én azért gondolom, hogy nem csak a politikusoknak, hanem azoknak, akik bármit ebben a világban próbálnak tenni, azoknak egy erőforrás, egy hitbéli erőforrás, egy ember által nagyon nehéz környezetben végvitt erőforrás, egy olyan példakép, amiből én úgy gondolom, hogy nagyon sokan tudunk táplálkozni, és ezért is vannak itt valószínűleg a kollégák is, és ezért vannak itt mások is, akik úgy érzik, hogy egy igazi erőforráshoz szeretnének hozzányúlni. A kötetből az olvasó megismerheti Mártonáron egyház politikai elképzeléseit, a keleti politikához fűződő reményeit és félelmeit, illetve a kapcsolati hálóját. Ugyanakkor betekintést nyerhet a püspöki aulán belüli személyes ellentétekbe és konfliktusokba, az egyházmegye és egyházmegyei intézmények, vagy akár egyes plébániák működésébe.